Matolcsy György kedden levelet írt Olli Rehn uniós pénzügyi biztosnak, amelyben Magyarország gazdasági eredményeiben büszkélkedik. Olli Rehn szerint az eredmény azonban csak formailag létezik, mert a kormány egyszeri intézkedéseinek köszönhető valójában. A valós deficit sokkal nagyobb. Ki számol jól? Matolcsy vagy Olli Rehn? Magas István, a Corvinus Egyetem tanszékvezetője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön szerint? Megítélése szerint, szó szerint a kormánynak igaza van, olyan, hogy egyszeri tételek a statisztikában nem szerepelnek. Ugyanakkor azok a tételek, amiket itt elszámolt, tehát nevezetesen a MÁV, az MFB tőkeemelése, a végtörlesztés, illetve az a összeg, amit itt tulajdonképpen az áfa visszatérítéshez nyújtani kellett, ezek mind olyan tételek, amelyek értelmezés szerint valóban egyszeriek. Tehát... Hát megállítólag ugye a válságadóknak és a bankadónak a felét se számolta el, mint egyszeri költségvetési javító. Pontosan, ha azt a két tételt együtt, tehát a válságadót, illetve amit a nyugdíjpénztári vagyonból nevezetesen 460 milliárd forintot a kormány átterelt, azt beszámoljuk, akkor a tényleges deficit mínusz 4,6%. Tehát 2,2%-ot tett hozzá GDP arányosan ahhoz, amit ők hivatalosan 2,4-ként elismernek, tehát 2,4 plusz 2,2 az gyakorlatilag 4,6%, ami a közgazdás számára hiányt jelentette tavaly. De hát akkor ez most mégiscsak simlizés, nem? Hiszen ugye azt próbáltuk magyarázni éppen a bizonyítványunk magyarázása igen. közben az Európai Bizottságnál, hogy a mi költségvetési hiányunk mennyire jó. Ugye az ő állandó kritikájuk az, hogy csak az egyszeri tételek miatt, és Matolcsy György előjött egy számmal, amiben a hivatalos megfogalmazása szerint nem voltak egyszeri tételek, de azért ezek mégiscsak egyszeri tételek. Igen, a dolog ennél kicsit bonyolultabb, mert ugye ha jól meg tudom magyarázni, és már pedig ezt megtették, hogy ezek a kiadások, ezek mit jelentettek? Ugye azt mondták, hogy a tömegközlekedést javították, ez igaz. Azt mondták, hogy az áfa visszatérítéssel a KKV-knak a pénzügyi helyzetét javították. Ez is igaz. Azt mondták, hogy a végtörlesztés oldalán a pénzügyi rendszert javították. Igen ám, de a könyvelés szempontjából itt arról van szó, hogy nagyon sok olyan tétel van, amit a közgazdaságtan állomány vagy áramlás jellegűnek nevez, tehát stock flow különbségtétel, az már megbillen ebben az esetben, arról nem is beszélve, és ez a legfontosabb az egészben, hogyha egy kormány 10 vagy 30 évre fölvesz adósságot, márpedig Magyarország is állandóan kibocsát ilyen kötvényeket, akkor azokat a kötelezettségeket, ami most például a nyugdíj oldalon keletkezett, be kellene tenni jelen értéken, mint olyan pénzt, ami a kormány gyakorlatilag tartozik a nyugdíjasok felé. Na most ilyenről nincs szó sincsen. És ez a legnagyobb probléma, hogy a kormány bevállalt azzal, hogy a nyugdíjvagyont magához vonta, egy olyan kötelezettséget a jövőben 15-20 év múlva, aminek már most kellene, hogy fedezete legyen. Ilyen tételek pedig nem jelennek. Nem akarok szemháborúba bocsátkozni, mert csak azért sem, mert az önért, és én egyáltalán igen. nem. De hogy érthetőbb legyen, hogy miről beszélünk, mert szerintem igen. sokakat elvesztettünk igen. itt az erdőben. Igen. Ugye Matolcsy György azt mondta, hogy 2,43%-os volt ez a bizonyos hiány igen. egyszeri tételek nélkül, és mondjuk a Magyar Nemzeti Bank és a KSH napokban megjelent jelentése szerint pedig a magányugdíjpénztári vagyon bekebelezése nélkül, ami abszolút egyszeri tétel, ez a hiány, ez a 2,43-hoz képest valahol 5,2 és 5,5 között lenne. Akkor most kihagyjuk az Olli Rehn féle számításokat, kinek van itt igaza? Igen, itt az a nagyon fontos ebben a dologban, hogy Magyarország is átért az úgynevezett eredmény elszámolású rendszer, ami azt jelenti, hogy mindig akkor kell figyelembe venni bármilyen lépést, tehát hogy az önkormányzatoknak adok pénzt, az egészségügyi kasszától veszek el pénzt, vagy a MÁV-nak, azonnal be kell léptetni, mint akár kötelezettség, akár pedig ugye bevétel. Na most ebben az értelemben az eredmény szemléleti kimutatásban biztos, hogy a deficit sokkal rosszabb, mint amit a kormány mutat, és a piac számára ezek a számok, én is úgy gondolom, hogy kb. 4,6% körül vannak. Ami azt jelenti, hogyha Magyarország szeretne megjelenni a kötvénypiacokon, már pedig volt próbálkozás, hogy dollár kötvényen is esetleg megjelenünk, de itt aztán visszalépés történt, mert a piac azt mondta, hogy bizalmatlanságnak venni azt, hogy az IMF tárgyalások előtt megjelenik Magyarország dollár kötvény, és lehet, hogy nagyon drága lenne. És most itt az a helyzet, hogy ahhoz, hogy Magyarország tényleg meg tudjon indulni a fontos területeken, tehát hogy az ingatlanpiac újrainduljon, az autóvásárlás újrainduljon, az energia területén
szülessenek olyan lépések, amelyhez hosszú távú, olcsó pénz kell. Ilyen pénz az EU-tól és az IMF-tól fog jönni. Tehát szerintem Magyarországnak eminens érdeke ebben a távolabbi perspektívában, hogy ez a pénzhez hozzájusson. És szerintem ezt a kormány is tudja. Ugye itt fejeztük be körülbelül a beszélgetés Bárándi Gergellyel az előbb, aki azt mondta, hogy hát abból, ahogy húzódnak ezek az eljárások, akár arra is lehetne következtetni, hogy mégse olyan fontos a kormánynak ez az IMF hitel. Ő nagyon remélte, hogy nem így van. Ezek szerint ön kimondja, hogy kategorikusan nem így van? Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt a pénzt megszerezzük. Az, hogy most a kommunikáció része hogyan zajlik, hogy miért késik, miért tolódik. Egyértelműen fogalmazott az IMF is, az EU is. Először Európával kell megegyezni, ha az megvan, akkor az IMF azonnal ebben a nagyságrendben könnyebb. De akkor ezek szerint ön abban nem kételkedik, mert hogy ezt a kételyt azért most már többen felvetettek, igen, hogy a kormány valóban meg akar állapodni az IMF-t. Én szerintem szeretne megállapodni. Köszönöm szépen, hogy eljött a véleményét.